Sziasztok, üdvözlök mindenkit, én Szolom vagyok. Van ez a Sons of Forest című játék, ugye ez a világ a 2018-as Forest-nek a következő része. Nem tudom, hogy az-e, vagy nem. Ez is Early Access-be van, vagyis korai hozzáférésbe. Én ebben már játszogattam, rengeteg a bug benne, sajnos. Nagyon szép, ahhoz képest nagyon szép a játék. Azon gondolkoztam, hogy most elkezdjük rankon, és PC-n ugye, magyar felirattal, és szerintem kezdjünk is neki. A lényeg az, hogy egy játékos új játék, egyéni, itt be tudjuk állítani, hogy milyen legyen a ellenség életerője, alacsony. Én múltam pár barrangba is, mondom, de elég durva volt, sebzése alacsony, páncélja alacsony, agresszió legyen alacsony, áldók mennyisége legyen magas, kezdő évszak legyen tavasz, nap hossza legyen hosszú. Élfogyti hatások normál. A másik, az a lényege, hogy ugye úgy kezdődik a játék, hogy egy helikopteren mész, ugye, mert egy egységnek, egy katonai egységnek vagy a tagja, akik azért mennek erre a szigetre, hogy kiszabadítsák 31 hete eltűnt egy család, és ugye azt kellene megkeresnünk. A lényege, hogyha a rögtön az elején rányomsz a dolgokra, akkor tengerparton landolsz, ha egy kicsit vársz és nézegeted a laptopot, akkor a erdőbe, ha meg vársz sokáig, ha nem sokáig, nézegeted egy kicsit még a laptopot, bezárod ugye, lelőjük a gépet, akkor a hegyvidéken landolsz. Én úgy gondoltam, hogy rögtön a indítás, rögtön a tengerparton szeretnék landolni, úgyhogy én ki is lövöm majd ezeket a dolgokat, hogy a hegyvidéken landoljunk. Jól van, be is töltődik. Na kérem. Itt a helikopter. Átugorjuk. És ő nem tudom ki. Ó, a fnébe. Basszus. Túl gyorsan ugortam át. Mindegy. Úgy gyorsan ugrottam át a dolgokat. Én már próbálgattam, hogy hol a legjobb, és én szerintem tengerparton legjobb kezdeni, ugye? Rengeteg a sirály, és hát az nem árt a husi, meg a toll, ugye? Na kérem. És érkeztünk. Jó. Menjünk. Ja, várja. Bontsuk ki. Jó, oké. Bontsuk ki ezt. Kinyit. Ebbe a GPS van, az öngyújtó. A balta. Jól van, Kevin, jól van. Ja, és itt a Forest-tel ellentétben kapunk egy kis segítőtársat, hogy ne legyünk annyira egyedül. Sajnos a mesterséges intelligenciája ennek a
Evinnek eléggé le van dögölve. Úgyhogy nem a legerősebb. Jó, azt kinyitottuk. Nem a legerősebb. Ott itt egy nyuszi. Rohadt kis nyuszi, gyere ide! Ott is van. Oké, megvan. Gyere ide, nyúl! Zaza. Vagyis nem a legerősebb. És a tartóba, úgy mondva, magyarul. Jó, gyere Kevin. Egy kicsit megsebződött a agya. Mind a két üle bevérzett, úgyhogy szegénykém eléggé gatteron van. Ugye úgy tudjuk irányítani őt, hogy cetlire írunk dolgokat. Szerintem kövessél, jó? Egyelőre kövessél. Oké. Összeszedjük még itt a maradékot. Nyomtató patron, jó? Az arra lesz jó, hogy van egy hely, ahol lehet nyomtatni dolgokat. Nekem a kulacs lenne a legfontosabb. Elején bárhol zárunk le, az a lényeg, hogy szedjünk össze mindent is, mert mindenre is szükségünk lesz. Jó. Na, akkor megyünk első jeladóhoz. Várjál, hol megyünk le. Igen. Az is egyszerű, hogyha innen leugrasz, és akkor már lent vagy a völgybe. És akkor egy kannibál táborba ébredsz föl, de akkor már egyet vesztettél. Mert a másodikra, ha meghalsz, akkor vége a játéknak. Kaput! Ajánlom mindenkinek, hogy sokat verjen sátrat, és sokat mentsen. Főleg a barlangok előtt, mikor bemegy, mert eléggé hamar megszívhatja az ember a dolgokat. És ez nem a legjobb dolog, amikor buktál XY napot. Jó. Ide meredek. Kéne nekünk majd először a zseblámpa, aztán a lent a tengerparton van a búvárua. Ez jó lenne, mert az ásóhoz is, hogy ásót megszerezzük, ahhoz a búvárua szükséges. De a búvárua után ki kellene szednünk azt a, most meg nem mondom, hogy hívják hirtelen, mivel kötélen lehet ölösz ilyen kampót, és ugye kötélen lehet fölfelé, és avval lehet kötélpályán mozogni, az kell, mert a ásót nem tudom megszerezni. Hink.
Ez az első videó nem lesz hosszú. Nem lesz hosszúak a videók, nem csinálok hosszú videót. Elmondom őszintén, hogy én is rövid, max egy órás videókat szeretem megnézni. Pont van időm, akkor pont megnézek egyet. Valahol egy pont szeretnék megnézni, de én ilyen 3-4 órás videókat nem szeretek nézni őszintén. Megmondva. Lassan a jeladónál vagyunk. Grafika maxon van meg minden is, úgyhogy gyerekek, ez a max grafikája neki. De szerintem nagyon-nagyon szép. Most nézzétek már meg ezt a erdőt, szerintem tök jó néz ki. Tök jó néz ki. Elvileg megyünk első jeladóhoz, Gyorsba. Ha elvileg itt van egy katona. Vegyük össze ezeket a bizbaszokat, kötél, várjuk le, jó. Lesétálunk hozzája. Itt a katona ügye. Ott a zseblámpa. Jó van. Itt van, látjátok? Ebbe elemet kell majd tenni, ugye? Ilyet. Ja nem, várjál. Ez 90 méteres. Akkor még nincs elemünk. Jó, ezt vett föl. Na, fogyasszuk. Jó, GPS lokátor megvan. Itt minden is megvan. Most nem akarom a építés alapjait tanulni, bocsánat. Úgyhogy szerintem menjünk föl, vissza. Rankón, az útra. Elején ezeket itt ilyen kis majmok is vannak, ugye. Én izével találkoztam ezekkel a mutánsokkal, ezekkel a vakokkal lent a földön. A földön, barlangokban. Ezekkel itt fönt, ezekkel a majumszerű majmokkal, amik már majdnem ember, de még szerintem mégse. Aztán ugye a kannibál törzsekkel. Eddig ezekkel találkoztam. Egy ilyen 4-5 órát játszottam a játékkal, hogy mégis milyen, meg hogy van ez a játék, mert én a Forest-tel nem játszottam. Egyáltalán nem játszottam. El vagyok fáradva a fenébe. Hát nem hiszem el, hogy nem tudok elkapni egy mókust. El vagyok fáradva, nem hiszem el. Kevin, neked kéne elkapnod mókust, nem? Neked kéne mókust elkapnod, csak
hülye vagy hozzá, mind a... mind a fene. Na. De vissza a táborhoz. Ott egy nyuszi. És már megy is. Jó. Nyissuk ki. Jelző fény. C4. Szuper. Egy hulla. Két gránát. Ez a ételcsomag, ez a legjobb. A rádió, hol van a rádió? Ezt szétütjük. Van áramkörünk. Honnan szól a rádió? Na mindegy, itt a nagy bolta. Látjátok? Innen lehet megszerezni. Úgyhogy ez így jó egy kezdésnek. Itt a rádió, baszki. A kurva életbe. Na ezt ne csináljátok. Ezt ne csináljátok, gyerekek. Ezt ne csináljátok. Na, ha ilyen történik, akkor fogod. Ha vágod magad. Hol a, itt van. Hol a iszém. Vegyük föl. Jó. Jó van. Hát ha már itt vagyunk, akkor túltoljunk egy kicsit. Kellett volna mentenem. Hogy fölrobbant az a szar? Egy múltkor nem robbant föl. Egy vacsutú tábor itt főzik a húsit. Látjátok? Ott már mutogat nekünk, ilyen van lent. Ilyenek vannak lent. Nyúzzuk meg. Ó, inni. Ez belőle. Jó kis utcastrát. Rögyjál te. Jó. Itt van a bőrki. Ezt magunkra tehetjük, és látjátok, ott rózsaszín. Vegyünk be egy gyógyszert. Jó. Na várjál. Fenébe, már ütött volna kolléga. Menjünk az a tóhoz ott. Ott mentünk egyet. Elég hamar elfáradok. Ah, hülye, és jön a rohadék, jön. Gyere, Kevin, húzunk innen a vérbe.
Gyere Kevin, gyere, gyere már. Darban a haza. Azt meg is leütötte. Hogy a fene vigyen el téged, baszki. Hogy a franc vigyen el, hát még követsz minket, jó? Gyere Kevin. Remélhetőleg most már nem fog követni a kolléga. Gyere, menjünk a vízbe. Úszunk át a szigetre. Azt nem tudom, hogy vízbe jönnek ezek. Azt tudom, hogy a lenti... barlangi dögök, azok utálják a vizet. Ha behúzod a vízbe őket, akkor kampó megdöglenek. Mi van, Gavin? Nem jössz? Vadkacsák, vadkacsák. Nem így akartam, hogy meghalok, fölrobbanok. De ne vigyel. Na, várjatok. Konyva. Letesz. Úgyni. Jó játék elmentve, és utána fogjuk. Úgy, és főszedjük vissza a ponyvát. Helyen már nekem. Ez a nagyobb fejsz, ez jobban tetszik. Jó. Ma itt vagyunk, menjünk le a tengerpartra. Szerintem. Szépen. Kevin néha beakad, meg ilyesmik vannak, de hát... Ez van. Azért korai hozzáférésű a játék, ugye, mert... kiadták, de hát... nincs még kész, ez sajnos teljesen. Játszható, már játszható, de... Még nem az igazi. Sajnos.
De hamar lemegy a... Lemegy a erőllétem. Menjünk szerintem a csónakhoz. Következő jeladóhoz. Hogy meg-e baszkurál minket a cápa, avagy nem? Jó kérdés. Én háromszor jöttem el ezzel a jeladóhoz. Abból kétszer meg baszkurált a cápa, egyszer sikerült úgy jönnöm, hogy nem. Hogy békén hagyott. Ott a jeladó. Jó. Jó, itt is mentettünk egyet. Jó, most csapjuk széjjel. És szerintem menjünk be. Menjünk be a vízbe. Vagy szerencsénk lesz, vagy nem. Hát ez a két választás van. Kezd esteredni, úgyhogy... Nem szeretem itt az estéket valahogy. Ebben a játékban. Tehát mondjuk egy játékban se nagyon szeretem. Úgyhogy. Elvileg még mindig úgy van, hogyha kilépsz a játékból és belépsz, például egy tábornál, egy ilyen nem bacsutú tábornál, hanem sima tábornál, akkor újra termelődnek a dobozok. Na, esik az eső is. Tök jó. Jó kéne valahogy másznunk. Na. Gyerünk már! Én nem mászol ő, hogy bele vigyel el. Mennyit tököltem itt múltkor is? Aval kell, bocs. Mindegy. Nem Y, hanem A. Oké. Itt van egy katona, ugye? Na. Jelzőfény. Ételtasak. Super. Jelzőfény, jelzőfény. Pisztoly. Teszi be. És itt van a második GPS koordináta. Regénykém, hát ő nem ment sehova. Innét. Ő szerintem nyomassuk, még nem jön a tápa úr. Szakad az eső, és tök jó néz ki, hogy szakad az eső, nem? Így meg
megúsztuk a cápa nélkül. Drukkoljunk, hogy megúsztuk végig a cápa nélkül. Jó, most már nem fog jönni a kolléga. Nem az, Kevin, mi a helyzet? Írt kötél. Pillanat. Menjünk fel a barlangba, csak. Szerintem csinálunk egy mentést. És szerintem alszunk is egyet. Super. Szerintem vonulhatunk erre tovább. Gyönyörű kis jelzések. Ne gyere, paraszt erre, mert megszívod. Az menjünk ide a útra. Sokkal jobb az úton. Már kelhetne föl a napocska. Már süthetne. Milyen szép, nem?
jól néz ki. Van valami egyébként? Semmi. Szevasz Kevin, mi a helyzet? Van valami? Egy sárkány repülő élesség van. Csak. Ezt nekünk most nem kell. Hamar kifáradok, látjátok azt a világos kék csíkot. Ugye az lemegy, akkor az olyan, mint a stamina. Más játékokba. Befárad a karakter. Én szeretek sűrűn menteni, mert bármikor bármi lehet. Aztán annyi. Aztán annyi, vége. Én lefáradtam, szomjas vagyok, jó van. Lesz majd valami kis tolcska, akkor iszunk, jó? Ez mi? Na, itt is van egy kis tavacska, így áll szépen. Sok. Ötél pénz. Jó. Semmi más nincs. Elméletileg. Ja, még itt van valami. Vagy elmentek vadászni. A vatucsuk. Vagy csutuk, vagy mik ezek. Meg nem tudom. Ahhoz képest nagyon szép az erdő, tiszta életre kellő erdő van, nem? Tiszta, mint egy rendesen egy erdő lenne. Tök jó néz ki. Erre.
Nézzünk le erre, ha már itt vagyunk. Ez a GPS, ami itt láttok lilát, ezt, az úgy is a föld alatt van, ahhoz kell ásó. Ki tudjuk szedni, úgyhogy abban nem tudunk sok mindent csinálni most. Jöttünk fő, basszus. Ó, te hülye gyerek. De erre jöttünk fő szerintem. Vagy nem? De szerintem erre jöttünk fő. Mindegy. Szerintem ott nincs lent semmi. Aj, már itt van valami bajom. Bajom, Amber. Halljátok a GPS-t. Jelez. Itt van egy sír. Jó, hogy jutod ide. És itt van a cucmuc. De hát ehhez ásó kell. Nem túl sok mindent tudunk vele csinálni jelen pillanatban. Nézzük meg, hogy erre mi van. Ha már itt vagyunk, akkor nézzük meg már. Hát lesz valami itt a végén, valami tábor. Elhagyott a tábor, ahol van gyógyszer, kaja, meg ilyesmi. Csak a tengerpart van. Gyere Kevin, gyere, totyogja. Totyogja. Hát erre csak a tengerpart van. Menjünk itt vissza.
több ilyen elhagyatott tábort letettek volna, hogy a ember jobban össze tudja magát kapálni egy kicsit. Első rész bolyongás a semmibe. Elég nagy ez a sziget. Azt nézzük, rohadt nagy. Lehet annyit futkosni, mint a őrűt. Egy tábor. Elhagyatott tábor. Hoppá. A hulla is van. Így akartam ott fönt, a felső résznél is. Mi ez, teki? Teki, mit kereste itt, teki? Legalább adtál húsit. Menjél innen, Kevin. Óra, az jó. Ételcsomag még jobb. Legény kiem, ez nem érte. Ó, teki. Van még itt valami? Nyílevelű balzsam. Gyökér. Jó van, srácok. Hát inni is. Oké, ez is megvan. Teki. Jó van, srácok. Itt lehet menteni is, úgyhogy ővi részt innen folytatjuk. Jó? És elvileg ott van fönt, ott látjátok, egy barlag. Oda kéne mennünk majd. Itt be lehet kapcsolni. Ez az. Fényt legközelebb a kövi részben oda megyünk, jó? Na, sziasztok! Remélem tetszett a videó.